fényt, a kéget. Te adtál egy vidéket, és még völgyet. Te adottad az éjjel, az álmokat. Te küldöd el a hajnalt, az új cél. Hogy a földön légy ember, ragyogás nélkül, de a menny erejével kiitad némán a kereszt poharát, és végig mentél minden fájdalmán. Egy új nép várt rád, mely a menny minden hatalmát hordozza már. Egy új nép várt rád,
megváltást. Jézus, mindent írt meg, a jó Jézus, minden nyelv vaja, hogy Úr, hogy minden felett a mennyben. Megnyílik, a vihar elnémult, a tettek meggyógyult, és benned a dicsőség ránk ragyogott. Egy jó év vár rád, mely a menny minden hatalmát hordozna. Egy jó év vár rád, mely elhozott. Szívemnek háláját húzom eléd, a téged dicsér, föld és az ég. Szívemnek háláját húzom eléd, téged dicsér, föld és az ég. Szívemnek háláját húzom eléd. Thank you.
méltó vagy arra, hogy érted én, csak te érted. Jézus az egyetlen minden név felett. Jézus, csak te vagy, aki megmenthet. Méltó vagy arra, hogy érted éljek, csak te érted. Szent vagy, rajtad kívül nincs más, tőled jön az áldás, hang csodáljam jelen. Hadd lássanak téged, tölts belém szent lelked, hadd szeressek úgy, ahogy te. Méltó vagy minden. Szeretetre
Így van, atyánk, ez a mi imánk. Szeretnénk úgy szeretni, ahogyan te szerettél minket. We would like to love the way you loved us. Hogy elküldted az egyetlen fiadat értünk. By sending your only son for us. Most is erre emlékezünk. And we remember that now. És megnyugszunk ebben a tudatban. And we have peace knowing that. Hogy te szeretsz minket. That you love us. Mindennél jobban. More than anything. És nem hagysz minket magunkra. And you won't leave us alone. Hogy bízhatunk benned. We can trust you. Hogy építhetjük az életünket a te szeretetedre ebben az évben is. That we can build our lives on your love this year too. Vágyunk a te közösségedre és a közelségedre, Istenünk. We are longing for your nearness and your presence. Szeretnénk most is találkozni veled. We would like to meet you. A mindenható Istennel. The Almighty God. Oda ajándékozzuk neked ezt az időt. We give you this time. És kérjük, hogy szólj hozzánk. And we're asking you to talk to us. Szólj hozzánk erővel. Talk to us in power. Várunk rád. We're waiting for you. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. 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 Hát mi megint szeretettel köszönjük titeket, hogyha most kapcsolódtatok be. Amen. So welcome again if you just joined us. És nagyon örülünk, hogy nézitek a Bibliaórát most élőben, vagy később, bármikor, jövőre, akármikor meg lehet nézni. We're very happy that you're watching this Bible study now live, or later, or even next year, whenever you want to. És tényleg nagyon nagy kiváltságnak tartjuk, hogy most is hirdethetjük Isten igéjét, és hogy lehetőség van ezt meghallgatni. And it's really a privilege for us to be able to proclaim God's word, and that it's possible to listen to it as well. És azért imádkozunk, hogy Isten igéje működjön, és találjon utat a szíveitekbe. And we're praying for God's word to work and to find its way to your heart. Talán már nem is emlékeztek, mert a december az mindig olyan kaotikus, de igazából mi szerdánként a 2 Sámuelt tanulmányozzuk most. You may not even remember because December was so chaotic, but we are studying the second book of Samuel on Wednesday evenings. Úgy emlékszem, hogy valamikor novemberben hagytuk abba a 2 Samuel 13-nál. As far as I remember, we left it at the second Samuel 13 in November. És ha nem hallgattátok meg azokat a bibliaórátokat, akkor nagyon ajánlom, két bibliaóra is szólt erről a 13. fejezetről. And if you haven't listened to it, I really recommend listening to it. There were 2 studies on this chapter. Ugye Dávid királynak a lejtmenetét tanulmányozzuk éppen. We are studying the downfall of King David. És nagyon érdekes egy kicsit mögé nézni, hogy mi történik vele. And it's really interesting to look behind what's happening to him. És ma a 14. fejezet jön, ami szintén nem egy ilyen vidám sétagalop. And today chapter 14, and that won't be a very easy and light chapter. Az első vers, az így szól a 14. fejezetben, hogy Jóáb, Ceruja fia észrevette, hogy a király gondolatai Absalomon jártak. The first verse in the chapter is Joab, son of Zeruiah, knew that the king's heart longed for Absalom. És tényleg, mivel egy kicsit régen volt már az előző fejezet, nézzük meg, hogy ki ez a Joab, ki a király, mi van Absalonnal, hol tartunk. Let's just look at who this Joab is, and what about Absalom, and the king, and where we are. Dávid király gyermekei egymást ölik. This children of King David killing each other. Nem úgy, mint az én gyerekeim ölik egymást, hanem ők szó szerint az egyik megöli a másikat. Not just like my children, but literally they kill each other. És mindez azért történik, mert a király egyik fia Amnón beleszeret a saját húgába, Támárba. And this happens because one of the king's son Amnon falls in love with his own sister Tamar. De nem csak beleszeret, hanem elkapja és megerőszakolja. And doesn't just fall in love, but rapes her. És hát ez minden kultúrában elég durva cselekedet. Mit tesz erre a király? Semmit. And that's really heavy in every culture. And what does the king do? Nothing. Az a király, akinek a lányát erőszakolta meg a saját fia. The king whose daughter has been raped by his own son.
És mivel tényleg semmi nem történik, a másik fiának, Absalonnak ebből elege lesz, és megöli az erőszakoló testvérét, Amnont. And because really nothing happens, the other son, Absalon, has had enough of it, and kills the raper. Hát ez azért már durva családi vissza, és mit tesz erre Dávid király? Semmit. That's really a serious family disagreement or fight, and what does King David do? Nothing. Van egy megerőszakolt lánya, van egy erőszakoló fia, akit most megöl egy másik fia, és nem csinál semmit. So he has a daughter raped, a son who was the raper and was killed, and the third one who was the murderer. És ha új vagy itt, vagy nem vagy ismerős a Bibliában, igen, ez az a Dávid király, a nagy Dávid király, az Isten szíve szerint való ember, Jézus őse. And he doesn't do anything, the great King David, the one after God's own heart, the ancestor of Jesus. És ha megnézitek Dávid király történetét, onnantól kezdve, hogy őt felkentik királyá, meg megöli Góliátot, olyan szépen haladt. And if you just look at David's life, from the time when he was anointed king and then killed Goliath, it was such a beautiful life. És Dávidról mindenki nagyon szeret tanítani, mert ő egy nagyon jó példa. And everyone loves to teach about David because he's such a good example. De most elindul a lejtőn. But now here starts his downfall. Beleszeret egy Betsabé nevű nőbe. He falls in love with a woman called Betsabé. Teherbe ejti. And makes her pregnant. És amikor ezt így nem tudja eltusolni, akkor kénytelen megöletni a nőnek a férjét. And when he can't cover this up, he's forced to have the husband of the woman killed. És ha elolvassátok ezt a fejezetet, ez a 2 Sámuel 11. része, akkor valószínűleg össze fog szorulni a szívetek. And if you read this chapter, 2 Samuel 11, then probably your heart will break. Mert gyönyörűen látszik, hogy Dávid, ez az áldott ember, egyre mélyebbre csúszik, és az egyik bűne hozza magával a következőt. Because you can see that this blessed man, David, is just going further down and down, and one of his sins brings about another. És aztán már kénytelen másokat is bevonni, hogy segítsenek neki valahogy ebből kikeveredni, de egyre mélyebbre kerül. And then he's forced to get others involved to help him get out of it, but instead he just gets more entangled. És a leghűségesebb embereit kell bevonnia ahhoz, hogy asszisztáljanak ezekhez a gyilkossághoz. And he has to get his most faithful man to assist these murders. De azok nem fognak neki ellent mondani. And they won't say no to him. De pontosan látják, hogy ez a Dávid már nem az a Dávid. But they say that this David is not the same man. Engedelmeskednek. They obey. Senki nincs, aki felelősségre vonhatná Dávidot. And there is no one to confront David. És akkor, ha elolvassuk, akkor látjuk, hogy Isten küld egy prófétát, így Nátánt, hogy akkor ő mondja meg Dávidnak, hogy mit művel. And then God sends a prophet, Nathan, to tell David what he's actually doing. És Dávid, mert azért ő mégiscsak Dávid, észhez tér. And David, because, well, he's just David, comes to his senses. És megvallja a bűneit. And confesses his sins. És figyeljetek, ez nagyon fontos, le van írva, és Isten megbocsát neki. And it's important, it's written, God forgives him. Szóval Dávid mélyre zuhan ugyan, de Isten felemeli. So, David falls deep down, but God lifts him up. Vagy mégsem. Or he doesn't. Mert akkor mi ez a sok borzalom, amikről itt az előző fejezetben olvasunk? Because what is this all this horror about that we read in the previous chapter? Mi történik a családjában? What is happening in his family? Nem az volt, hogy ő megbánta a bűneit és helyreállt? Wasn't it that he was sorry about his sins, repented and was restored? Miért nem védte meg a lányát, mikor megtudta, hogy mi történt vele? Why didn't he protect his daughter when he came to know what happened to him? Sőt, egyébként azt olvassuk, hogy maga a lánya sem szólt az apjának, hogy mi történt vele. And we read that not even his daughter told her father what happened to her. Milyen viszonyok lehettek ebbe a családba? Wow, what family relationships. Nekem a szívem szakadna meg, ha a lányom Emma nem szólna nekem, hogy valaki bántja.
My heart would break if my daughter Emma were not to tell me if someone was hurting her. Ha nem nekem jönne panaszkodni, és mondja, hogy menjek el és verjek szét valakit, és én mennék és szétverném, ezt csak fiúk mondom. And she didn't come to complain to me that somebody was hurting her. I would go and clash that guy. Mert ő a lányom. Because she's my daughter. Tamárnak egy király volt az apja, tehát ha valaki meg tudná védeni, az ő. Well, Tamar has a king as her father, so if somebody can defend her, king. Vagy ha ennyire gyáva, ami egyébként újdonság vele kapcsolatban, akkor miért nem szólt az embereinek, hogy menjenek, azt intézkedjenek? And if David was so cowardly, but that would be strange, why didn't he tell his men to do something about it? És tudjátok, itt jön be a bűnnek ez a nagyon gonosz természete. And you see, that's where this very evil nature of sin comes into the picture. Mert lehet, hogy Dávid azt gondolta, hogy hát nem lennék már túl hiteles az embereim szemében. Maybe David thought that I wouldn't be so credible in the eyes of my men. Ő már nem akar az igazságbajnokaként tetszelegni, mert az emberei pontosan tudják, hogy miket csináltak az ő parancsára. He doesn't want to pose as the champion of justice because his men exactly know what they did by his order. Vagy már saját magát sem tartotta hitelesnek. Or maybe he didn't consider himself trustworthy. Milyen jogon tesző igazságot paráznaságba, meg gyilkosságba, mikor ő is paráznaságot követett el, meg gyilkosságot. But right, does he have to bring justice about adultery and murder because he committed adultery and murder? Tulajdonképpen csak, hát, jogos önkritikát gyakorolt. Well, actually, he just exercised just rightful self-criticism. Nem akart képmutató lenni. He just didn't want to be a hypocrite. És ez valahol még olyan nemes dolognak is tűnik. And this sounds such a noble thing. Ha én valamiben gyenge vagyok, akkor ne járjon a szám, és ne oktassak ki más valakit ugyanebben a hibában. If I have a weak side, then I shouldn't go about lecturing others on the same problem. De nem ez Isten terve. But that's not God's plan. Ő a helyreállítás Istene. He's the God of restoration. És ő Dávidnak megbocsátott. And he forgave David. És úgy tűnt, hogy minden rendben lesz, és Dávid helyreáll és összeszedi magát. And it seemed that everything was going to be all right and David is going to pull himself together. De nem ez történt. But it didn't happen. Nem állt minden helyre, sőt Dávid egyre mélyebbre csúszik. Not everything was all right and actually David was falling deeper down. És erről lesz ma szó, a helyreállás hiányáról. And today we are going to talk about the lack of restoration. Szóval 3 év telt már el azóta, hogy Dávid egyik fia, Absalom megölte a másik fiát, Amnont. So it was already 3 years since one of David's sons, Absalom, killed the other, Amnon. Absalom elmenekült, és azóta sem tért haza. Absalom fled and didn't come back. És Dávid sem nem azért nem ment utána, hogy bosszút álljon, sem pedig azért nem, hogy megbocsásson neki és hazahozza. And David didn't go after him, neither to take revenge or to forgive. Nem tett semmit. He didn't do anything. Olvassuk el az első 3 verset. Let's read the first 3 verses. Jóáb Cerúja fia észrevette, hogy a király gondolatai Absalomon járnak. So, Joab, son of Zeruiah, knew that the king's heart longed for Absalom. Elküldött azért Joab Tekoába, hozatott onnan egy bölcs asszonyt, és azt mondta neki, tégy úgy, mintha gyászolnál, öltöz gyászruhába, neked meg magad olajjal, és viselkedj úgy, mint egy olyan asszony, aki régóta gyászolja halottját. So Joab sent someone to Tekoa, and had a wise woman brought from there. He said to her, pretend you are in mourning, dress in mourning clothes, and don't use any cosmetic lotions. Act like a woman who has spent many days grieving for the dead. Így menj be a királyhoz, és ezt meg ezt mond neki. Joab ugyanis a szájába adta, hogy mit beszéljen. Then go to the king and speak these words to him, and Joab put the words in her mouth. Tudjátok, én ezt filmrendezőként nagyon értem. You know, as a film director, I can understand that. Nekem ez a munkám. That's my job. Megkeressük a megfelelő színésznőt. We find the right actress. Felöltöztetjük a jelmezbe, kisminkeljük, megtanítjuk vele a szöveget a forgatókönyvből. Get her the right clothes and makeup and make her learn the script. És elkezdünk forgatni. And we start shooting. Illúziót gyártunk, ami egyébként tök jó móka. We create illusions, but it's fun.
De ez nem egy film volt, ez a valóság volt. But it wasn't a movie, that was reality. És mégis minden Dávid körül egy ilyen illúzió volt, de miért? Still, everything around David was just an illusion, but why? Mert nem lehetett már vele nyíltan beszélni. Because one just couldn't talk to him openly. Mert már ismerték. Because they knew him. Éppen Jóáb, ez a Jóáb, aki most itt szerepel, ő volt az, akivel a király megölette Betsabé férjét. Joab, this very person was the one who through whom he had the husband of Bathsheba killed. Joab tudta, hogy Dávid milyen ember lett. Joab knew what kind of man David became. Meg mindenki más is, az egész udvar látta, hogy Dávid mit csinál, ha bántják a lányát, semmit. And everybody else knew, the whole court knew what David did when his daughter was hurt. Nothing. Látták, hogy Dávid már nem a világosságban jár. They saw David wasn't walking in the light. Hogy már nem az igazság szeretetével van felövezve a dereka. That his waist is not girded with the love of justice. Hogy ő már nem egy egyenes ember. That is not a straightforward person. És az ilyenekkel nem lehet egyenesen beszélni. And you can't talk to somebody like that straightforwardly. És ez borzasztó, csak ezt a szintet ne érjük el. And that's terrible. Oh, just wish that we've never got to this position. Hogy már nem mernek a szemünkbe mondani semmit. That people are afraid to talk to us face to face. Ilyen cégvezetők szoktak ilyen helyzetbe kerülni, hogy én nem mondom meg nekik, te mondd meg neki. You know, bosses in companies often are like that people say, no, I won't tell him, you tell him. Ez nagyon rossz állapot. That's really a very bad condition. És az a baj, hogy egyébként ez előfordul mindenhol, a családjainkban, a gyülekezeteinkben is. And this can happen everywhere in our families, in our churches. Ó, neki erről nem kell tudnia. Oh, well, he shouldn't know about it. Jobb a békesség. Let sleeping dogs lie. Úgy sem csinálna semmit. He wouldn't do anything anyway. Dávidnak már régen cselekednie kellett volna, de a bűne megbédította. David should have done something long before, but he was paralyzed by his sin. Lelki értelemben impotensé vált. He became spiritually impotent. Tehetetlenné. So he just couldn't do anything. És hiteltelenné. And he lost his credibility. Persze, ugye, hát nem lett volna igazságos papolnia azok után, amiket tett. Of course, it wouldn't be just for him to go on preaching about it after all what he has done. Ja, nem nézett volna ki jól. Well, of course, it wouldn't look good. De neki ez volt a dolga. But that was his task. Királyként is, apaként is. Both as a king and as a father. És borzasztó, amikor embereknek, akiknek vezetniük kellene, őket a bűn hiteltelenné teszi. And it's really terrible when people who are supposed to lead are made untrustworthy because of their sin. És elvesztik az Istentől kapott tekintélyüket. And they lose their God-given authority. És összesugnak a hátuk mögött, meg legyintenek rájuk. And people just start whispering behind their backs. És ez a bűnnek a romboló ereje. And this is the destruction that sin can work. És ez a bűn az nem csak a tekintélyt rombolja le, hanem magát az embert is. And sin doesn't destroy only authority, but the person itself. És már nem lehet velük őszintén beszélni, meg se hallanák. So you can't talk to them sincerely and openly, they wouldn't listen. És Dávid is ilyenné vált. David became like that. Már nem volt füle az igazságra. He had no ears for truth. És ugye, tehát Jóáb, akit zavar ez a kialakult helyzet, akkor beküld egy asszonyt egy ilyen csellel a királyhoz. But Joab is disturbed by this situation, and he sends this woman through trickery to the king. És olvassuk el a 4-től a 8. versig. We are going to read verses from 8 through from 4 to 8. A tekóai asszony bement a királyhoz, arcával a földet érintve leborult, és ezt mondta, segíts rajtam, ó király! When the woman from Tekoa went to the king, she fell with her face to the ground to pay him honor, and she said, help me, your majesty. A király ezt kérdezte tőle, mi a panaszod? Ő így felelt, ó, jaj, özvegy asszony vagyok, és meghalt a férjem. The king asked her, what is troubling you? She said, I'm a widow, my husband is dead.
Volt a te szolgálólányodnak két fia, akik összevesztek a mezőn, és mivel nem volt, aki szétválasztotta volna őket, az egyik leütötte a másikat és megölte. Your servant had two sons. They got into a fight with each other in the field, and no one was there to separate them. One struck the other and killed him. Erre az egész nemzetség rátámadta te szolgálólányodra, és azt mondták neki, add ki a testvérgyilkost, hogy megöljük a testvérért, akit meggyilkolt, sőt, elpusztítjuk még az örökösét is. Így akarják kioltani a még megmaradt szikrát is, hogy ne maradjon a férjemnek se neve, se utódja a földön. Now the whole clan has risen up against your servant. They say, hand over the one who struck his brother down, so that we may put him to death for the life of his brother whom he killed. Then we will get rid of the heir as well. David put out the only burning coal I have left, leaving my husband neither name nor descendant on the face of the earth. Akkor a király ezt mondta az asszonynak, menj haza, én majd rendelkezem az ügyedben. The king said to the woman, go home, I will issue an order in your behalf. A nő, aki özvegynek adja ki magát, tudjuk, hogy Dávidnak azért nagy szíve van az özvegyek felé. The woman pretends to be a widow, and we know that David has a great heart for widows. És virágnyelven elmond egy pont ugyanolyan sztorit, mint amit Dávid fiai tettek egymással. And she uses this made-up story to tell something which is actually the same that David's sons did to each other. És tök átlátszó ez az egész, Dávidnak nem tűnik fel, és eljátsz az igazságos király, menj haza, majd én megoldom. Well, but this is so lame, but David didn't notice, and he just acts as the righteous king and says, okay, I will settle the issue. Emlékeztek, amikor Nátán ment el Dávidhoz, és ugyanígy elmondott egy példázatot, akkor se tűnt fel neki, hogy ez róla szól, és mondta, hogy majd én megmondom, mit kell csinálni. And you remember when Nathan went to David and told a story as a parable, David failed to notice that, and then he just said, okay, let's do this and that. És most ugyanez a helyzet, nem tűnik fel neki, hogy a példázat róla szól, és nagyon tudja, hogy mit kell csinálni. And the same situation is here. He doesn't notice it's about him, and he just knows what should be done. 9-től 11-es versig. From verses 9 and 11. A tekóai asszony ezt felelte a királynak, Uram, királyom, a bűnterhe rám és családomra nehezedik, a király és az ő trónja azonban sérthetetlen. But the woman from Tekoa said to him, let my lord, the king, pardon me and my family, and let the king and his throne be without guilt. Erre a király azt mondta, hozd ide elém, aki ellened szót emel, és az nem bánt többé téged. The king replied, if anyone says anything to you, bring them to me, and they will not bother you again. Az asszony így felelt, esküdj meg, ó király, Istenedre az Úrra, hogy ne folytathassa a pusztítást a vérbosszúra vágyó, és ne pusztítsák el a fiamat. A király így felelt, az élő Úrra mondom, hogy egy hajaszála sem görbül meg a fiadnak. She said, then let the king invoke the Lord his God to prevent the avenger of blood from adding to the destruction, so that my son will not be destroyed. As surely as the Lord lives, he said, not one hair of your son's head will fall to the ground. És tudjátok, most már tényleg nem hangzik jól Dávid szájából, hogy az élő Úrra mondom. And you know, this really doesn't sound good in David's words, that as surely as the Lord lives. Tudjátok, mi a visszás itt? You know, what's so strange about this? Hogy odajön egy vadidegen asszony, egy kitalált sztorival, és Dávid 5 perc alatt kegyelmet ad egy ilyen testvérgyilkos fiúnak. There is this complete stranger, this woman, and in 5 minutes David gives just mercy to this brother who killed his brother. Miközben a saját fiának ugyanezen bűn miatt 3 éve nem áll vele szóba. But for the same sin, he fails to talk to his own son for 3 years now. És ebben mi is nagyon sokszor hibázunk. And we make mistakes the same way often. Annyira okosak vagyunk, mikor mások hibáiról van szó. We are so clever when it's about other people's fault. És annyira tudjuk, hogy mi a teendő, és tudjátok, az a durva, hogy sokszor tényleg tudjuk, hogy mi a teendő. And we know so very well what should be done. And actually, we know what should be done. És jó tanácsot adunk, bölcs tanácsot. And we give good and wise advice. Csak a saját életünkben mégsem teszünk semmit. Ugyanazon a területen. Yet we fail to do anything in our own lives in the same matter. Pedig úgy tűnik, hogy pontosan tudjuk, hogy mi a helyes lépés, hogy más esetében mit kellene ilyenkor tenni. Although it seems that we exactly know what the right thing to do is in other people's lives.
De a saját életünkben nem tesszük, és tudjátok, hogy miért nem? But we don't do it in our own lives, and you know why? Mert a korábbi hibáink, azok már megkötöznek minket. Because failures, our earlier failures keep us in bondage. És már saját magunk előtt is hiteltelennek gondoljuk magunkat. And we consider ourselves untrustworthy. Más életében simán rendet raknánk, a sajátunkban nem tudunk. We would make order in somebody else's life, clearly, but in our own lives, we can't. És ezt én is hallom magam, hogy ja, Isti, te ne csak ne neveld a gyerekeidet, emlékezz, hogy te milyen gyerek voltál. And I kind of hear this voice inside me, oh, Isti, don't just go about disciplining your children, just remember what you were, a kid. Egyébként ez csak egy ilyen példa volt, én nagyon jó gyerek voltam. Well, this was just an example. I was a very good kid. De ne próbálj te családi viszályokat megoldani, emlékezz, hogy neked milyen családod van, nekem jó családom volt. But don't try to solve family issues and problems, just remember what your family is like. But I have a good family anyway. A múltbéli hibáink így gúzsba kötnek minket, ahogy gúzsba kötötték Dávidot is, de miért? Our past failures keep us in bondage, just as they did to King David, but why? Azt olvastuk, hogy Dávid megbánta a bűneit, miután Nátán szembesítette vele. We read that David was sorry about his sins when Nathan confronted him. És azt olvassuk, mert le van írva, hogy Isten megkegyelmezett, vagy megbocsátott Dávidnak. And we read that God gave mercy or forgave David. De akkor miért nem változott meg minden is? Dávid miért nem lett szabad, és miért nem került oda-vissza, ahol előtte volt? But why didn't everything change and why didn't David get back to the place where he had been? És ez egy nagyon-nagyon fontos lecke, és erre nagyon oda kell figyelnünk. And this is a very important lesson and you should really pay attention to it. Dávid tényleg megbánta a bűneit, a paráznaságot, a gyilkosságot is. David was really sorry about his sins, his adultery, his murder. És Isten tényleg megbocsátott neki. And God really did forgive him. És tudjátok, mit tett utána Dávid? And you know what David did after that? Semmit az égvilágon. Nothing at all. Nem változott meg, nem tért meg, nem változtatott az életén. He didn't change, he didn't repent, he didn't change his ways. Hagyta, hogy a bűnei következményei lassan elemészék az egész életét és az egész családját. He let the consequences of his sin just engulf his whole life and family. És ez fontos, hagyta, nem tett ellene semmit. And this is important. He let it happen. He didn't do anything against it. És tudjátok, nem csak Dávid hibázott a Bibliában. And you know, it wasn't only David who made mistakes in the Bible. Ő csak paráználkodott, meg megölt valakit. Hát királyként az emberek így megöletnek embereket. He just committed adultery and had someone killed him. You know, it happens to kings. They just do that. De mondjuk Péter. But what about Peter? Ő megtagadta az Urat. Denying the Lord. Az élő Isten fiát, az ő megváltóját, azt is letagadta, hogy egyáltalán ismeri. Na ez örök kárhozat. The Son of the Living God, his Savior, and denied even knowing him. Now that's eternal damnation. És aztán Péter is nagyon megbánta, amit tett. And he came to be very sorry about it. És Isten megbocsátott neki. And God forgave him. És aztán Péter összeszedte magát. And then Peter pulled himself together. És bátran folytatta azt az utat, amit Isten kijelölt neki. And courageously continued on the way, on the path set for him by God. És a korai kereszténység vezéralakja volt. And he became the leading figure of early Christianity. Azt olvassuk, hogy ő lett az egyháznak a sarokköve, és aztán mártírhalált halt Krisztusért. We read that he became the cornerstone of the church and then died a martyr's death. És Dávid, aki szintén megbánta a bűneit, és Isten szintén megbocsátott neki, nem csinált semmit, és onnantól kezdve egy őszinte pillanata nem volt. And David also was sorry about his sins, and God forgave him, but he didn't do anything, and he didn't have a sincere moment after that. Elhanyagolta a családját, gyáva volt, és nem vállalta föl azt a szerepet, amit Isten szánt neki. Neglected his family, was a coward, and didn't take on the responsibility God gave him. A bűnbánatát nem követte megtérés. Well, he was sorry about his sin, but he didn't repent. Nem változtatott az élete útján. He didn't change the course of his life. Nem nézett szembe a hibáival, a gyengeségeivel. He didn't confront his failures, his weaknesses. Bánta azokat? Persze, hogy bánta. Én is mindig bánom azokat.
Was he sorry about them? Yes, of course. I'm always sorry about them. And so what? Leültette a fiait, hogy elmagyarázza nekik, és megtanítsa nekik, hogy ne kövessék el ugyanazokat a hibákat, amiket ő tett. Did he have his sons sit down and explain to them how not to commit the same mistakes he had made? Fellépett azok ellen, a bűnös cselekedetek ellen, akár a saját családján belül, amik történtek? Did he take actions against those sinful acts, even within his own family that had happened? Isten félelmében és tiszteletében vezette a családját, meg az országát? Hát nem. Did he lead his family and his kingdom in the honor and fear of God? No. Tudjátok, Istennél igenis létezik második esély. You know, there is a second chance with God. Sőt, harmadik is, meg sokadik is. And even a third chance, and many, many more. Isten a megbocsátás Istene. God is the God of forgiveness. És létezik helyreállás és gyógyulás, és igenis rendeződhet az életed. And there is restoration and healing, and your life can become settled again. És visszakaphatod az önbecsülésedet, a tekintélyedet, helyreállhatsz, de tenned kell érte. You can get back your self-esteem and your authority. You can be restored, but you have to do something. Meg kell változnunk, szó szerint meg kell térnünk abból, amiben vagyunk. We have to change, we have to repent from our ways. A sötétségből ki kell jönni a világosságra. We have to come out of darkness into the light. A bűnbánatunk elhozza az isteni megbocsátást, és megmenti a lelkünket, ez fontos. When we are sorry about our sin, we have remorse, then God's forgiveness comes, and that saves our soul, and that's important. De az életünk további útja, az nagyon sok szempontból tőlünk függ. But the further course of our life depends on in many respects. És szoktuk mondani, meg az ige is írja, hogy ki mint vett úgy arat. And we usually say, and it's even written in the Bible, that you sow what you reap. Ez egy nagyon súlyos és kegyetlen mondat, mert amúgy van megbocsátás. And this is really a heavy sentence, even cruel a bit, because there is forgiveness. És van arra lehetőség, hogyha rosszat vetettél, de megbánod és beismered, akkor figyelj, akkor vissza lehet menni, és kiásni, és tűzre vetni azt, amit vetettél. And there is a chance that if you are sowing something bad, you can go back there, dig it up, and throw it to the fire, and be reconciled. Erre lehetőség van. There is a chance for that. És utána vethetsz valami értékesebbet, vagy nemesebbet. And then you can sow something more valuable or noble. És aztán annak a gyümölcseit arathatod le. And then you can reap that harvest. Ez Isten kegyelme és szeretete. That's God's love and mercy. Tudjátok, mennyi bűnös dolgot vetettem én már életemben? You know how many sinful things I was sowing in my life? És képzeljétek el, hála Istennek ezeknek a nagy részét nem kellett learatnom. And thank God, most of the time, I didn't have to reap the harvest. Nem megúsztam. I didn't just get away with it. Hanem lehetőséget kaptam, hogy kijavítsam. But I had the opportunity to make them right. Hogy újra csináljam, hogy jobban csináljam. To do it again and to do it better. És igen, egyébként Isten nagyon sok hibánkat el is fedezi, megment minket a következményektől. And yes, God covers many of our faults and failures and saves us from the consequences. Ez Isten kegyelme. That's God's grace. Hogy nagyon sokszor nem azt aratjuk, amit vetünk. That very often we don't reap what we have sown. Sőt, hogy nem kell learatnunk, amit vetett. That we don't have to reap what we have sown. De tudjátok, mit csinál Dávid? Learatta, amit vetett. But you know what David did? He reaped. Nem írtotta ki, nem dobta ki azokat a kis bűnben fogant palántákat, amik elkezdtek kinőni. He didn't just weed those little plants that were conceived in sin. Sőt, megöntözte őket, nevelgette őket. He even watered them and nourished them. Bánta ő a hibáit, csak nem változtatott semmit az életén. He was sorry about his faults, but didn't change his life. És amikor látta, hogy így szépen így kinőnek mellette azok a kis
bűnös palánták, amiket vetett, akkor hagyta, hogy hagyd nőjenek. And when he saw those plants of sin growing up, he just let them grow on. És lassan egy ilyen erdő nőtt köré, és onnan meg már nem talált ki. And gradually a whole forest grew around him, and then he couldn't find his way out. Azt aratt, amit vetett. He reaped what he sowed. Pedig lehetősége lett volna megtisztítani a földjét. Although he could have the opportunity to clean his ground. Hogy megtisztítsa az életét. To clean his life. De nem tette meg. But he didn't do it. Bánta olyan bűnét. He was sorry about his sins. Csak az nem elég. But that's not enough. Mert nem tért meg belőlük. Because he didn't repent. Te mihez kezdesz, amikor rájössz, hogy hibázol? What do you do when you commit some fault? Amikor rájössz, hogy letértél Isten útjáról. When you realize you have gone astray from God's ways. Ha jó keresztény vagy, akkor szomorú leszel. If you're a good Christian, you will be sad. Nagyon bánod, hogy hibáztál, és kéred Isten megbocsátását. You will be sorry about your mistakes and ask God for his forgiveness. És ő megbocsát neked. And he will forgive you. Ez tuti. That's sure. És tiszta lesz a lelked. And you'll have a clean soul. Ő meghalt a mi bűneinkért. He died for our sins. Ezért vagyunk keresztények, ezért vagyunk itt. That's why we are Christians, that's why we are here. És akkor felszabadulunk és örülünk, és aztán mit csinálunk? Then we feel free, we are happy, and then what do we do? 12-es, 13-as vers. Verses 12 and 13. De az asszony erre ezt mondta neki, szabad még a te szolgáló lányodnak egy szót szólni a hozzád, Uram, királyom, és ő így felelt, beszélj. Then the woman said, let your servant speak a word to my lord the king. Speak, he replied. Az asszony ezt mondta, hát te miért gondoltál ilyet az Isten népe ellen? Hiszen a király, aki ezt a szót kimondta, maga is vétkes, mert nem hozatja vissza a király, akit eltaszított magától. The woman said, why then have you devised a thing like this against the people of God? When the king says this, does he not convict himself, for the king has not brought back his banished son? Ez pont ugyanaz, mint amikor Nátán a Dávid szemébe mondta, hogy de ember, hát rólad beszélek, te vagy ez az ember. That's the same thing when Nathan confronted David with the story that you are the man, king. És az asszony itt ugyanezt mondja, hogy de hát te ugyanebbe vagy vétkes. And the woman says the same, that you have the same sin. És tudjátok, és ez érdekes, Dávid azonnal ért a szóból. And you know, it's really interesting. David understands everything. Érti, hogy mire megy ki a játék, és azonnal szembesül a saját hibájával. He just understands what it's all about, and he's confronted immediately with his mistake. Azonnal érti, hogy mit rontott el, és azt is tudja, hogy mit kell tennie. He knows where he got it wrong, and he knows what he should do. Azért Dávid nem volt hülye. Well, he wasn't stupid. Ő értette, hogy mi folyik körülötte. He knew what was going around him. 18-as, 19-es vers. And then verses 18 and 19. A király azonban megszólalt, és ezt mondta az asszonynak, ne titkolj előttem semmit, ha most kérdezek tőled valamit. Az asszony így felelt, beszéljen csak az én uram királyom. A király ezt kérd, mondja csak. Then the king said to the woman, don't keep from me the answer to what I'm going to ask you. Let my lord, the king, speak, the woman said. A király ezt kérdezte, nem Jóáb keze van mindebben? Az asszony így felelt, az életemre mondom, uram királyom, hogy nem lehet kitérni sem jobbra, sem balra az elől, amit az én uram királyom mond. Valóban a te szolgád Jóáb adott parancsot nekem, és ő adta mindezeket a szavakat a te szolgáló lányod szájába. The king asked, isn't the hand of Joab with you in all this? The woman answered, as surely as you live, my lord the king, no one can turn to the right or to the left from anything my lord the king says. Yes, it was your servant Joab who instructed me to do this and who put all these words into the mouth of your servant. Ó, Joab, gondolta Dávid, te kis súnyi, tudtam én, hogy te állsz emögött. Oh, Joab, you shifty fellow, I knew that you were behind all this. És ez ilyen kis, jaj, de jó, Joab meg Dávid, milyen jól megértik egymást. And you know, it's so great that David and Joab understand each other so well. Szerintetek Joab itt most pozitív vagy negatív szerepet tölt be? What do you think? Is Joab has a negative or a positive role here? Most kell azt mondanom, hogy írjátok meg kommentbe. And now it's the time to say that, write comments about it. Nem, elmondom. No, I'll tell you. Szerintem. Tulajdonképpen pozitív, mert hát jót akart. I'll tell you my opinion. I think positive in the sense that he meant good.
És ő azt akarta, hogy a király béküljön ki a fiával. Békességet akart teremteni, és egyébként Jézus azt mondta, hogy boldogok azok, akik békességet teremtenek. He wanted the king to be reconciled to his son. He wanted peace, and even Jesus said that blessed are the peacemakers. Közben meg azért olyan kicsit furi ez a módszer, nem? But in the meantime, isn't it a bit strange method? Miért nem ment be Dávidhoz és beszélt vele? Why didn't he go straight to David and had a talk with him? Hát mondjuk ezt már kitárgyaltuk, Jóáb tudta, hogy Dáviddal nem lehet beszélni, tette, amit tehetett. Well, but we talked about it. Joab knew that you just couldn't talk to David, so he did what he could. Elég sokan erre szoktak hivatkozni, hogy miért nem egyenesek a másikkal, és miért kell, hát, manipulálni. Often people use this as an excuse why they are not straightforward to others and why they have to resort to manipulation. A manipuláció az az, amikor ráveszünk valakit arra, hogy tegye meg azt, amit mi szeretnénk. Manipulation is when we get somebody to do something we would like them to do. Ez lehet jó dolog is, miért akarnánk mi rosszat, persze. Well, it can be some good thing. Csak egy kicsit így rásegítünk, kicsit hátulról így megtoljuk. But we exert just some extra pressure on it. Mert az illető vonakodik, vagy még nem érti, még nincsen rá készen. Because they are reluctant, these persons, so they are not ready to do it. Nem olyan rossz ez, csak úgy hívják, hogy manipuláció. Oh, this is not so bad, but it's just called manipulation anyway. És én nagyon nem hiszem, hogy ennek lehet jó gyümölcse. And I really don't think it can have good fruit. Ha valakit rá kell venni arra, hogy tegye meg azt, amit mi szeretnénk, if we really have to get somebody to do what we would like them to do, akkor igazából az az illető azt azért nem akarja annyira megtenni. Then actually they don't really want to do that. És ha mégis megteszi, mert hát mi azért valami módon hát rávesszük, vagy kicsit megsegítjük a dolgot. And if finally they really do it because we use our influence somehow, akkor ez nem egy őszinte cselekedet. Then it won't be a sincere act. Na jó, de hát végül is jó dolog sülhet ki belőle. Igen. Well, but anyway, something good can come out of it, can't it? Well, yes. Csak a rossz fa az nem terem jó gyümölcset, azt mondta Jézus. But you know, Jesus said that a bad tree cannot bring good fruit. Ha valakit nagy nehezen ráveszel arra, manipulálsz, hogy béküljön ki a másikkal, if you somehow get somebody to do something through manipulation, like akkor, be reconciled with someone, akkor annak a másik embernek valószínűleg még nincs kész a szíve arra, hogy kibéküljön a másikkal. Then probably this person's heart is not ready to get reconciled. És ha a te ügyeskedésednek köszönhetően mégis megtörténik a kibékülésnek ez a aktusa. And if through your clever tricks somehow this reconciliation still takes place, akkor nem biztos, hogy ez egy igazi, vagy őszinte, vagy tartós kibékülés lesz. It's not sure that that's a real, genuine or lasting reconciliation. A szándék az nagyon szép. The intentions are very good. Csak az eszköz hibás. But the means are wrong. És veszélyes. And dangerous. Néha sikerül. Sometimes they work. Ezért próbálkozik mindenki vele. That's why everybody keeps trying. De ami a sötétségbe fogan, vagy mondjuk a világos, vagy a szürkeségben fogan, abból nem fog világosság születni. But if something is conceived in the darkness, or let's say in the twilight, then no light will be burst. És ezt jó a fejünkben tartani. And it's good to remember that. Az egyenesség az a világosság. Being straightforward is being in the light. A manipuláció, még ha jó szándék is vezérli, az a szürkeség. Manipulation, even if guided by good intentions, they are in the gray. Nézzük, hogy itt mi történik, 21-től 24-ig. So let's look at verses 21 through 24. Akkor ezt mondta a király Joabnak, rendben van, megteszem ezt a dolgot, eredj, hozd vissza ezt a fiút, Abszolont. The king said to Joab, very well, I will do it. Go and bring back the young man, Absalom. Ekkor Joab arcával a földet érintve leborult, és áldotta a királyt, azután ezt mondta Joab, ma tudta meg a szolgád, uram királyom, hogy jó indulattal vagy hozzám, mert teljesítetted, ó király, a te szolgád kérését.
Joab fell with his face to the ground to pay him honor, and he blessed the king. Joab said, "Today your servant knows that he has found favor in your eyes, my lord the king, because the king has granted his servant's request." Elindult hát Joab, elment Geshurba, és hazahozta Absalont Jeruzsálembe. Then Joab went to Geshur and brought Absalom back to Jerusalem. De a király azt parancsolta, vonuljon vissza az a maga házába, nem láthat engem. Absalom tehát visszavonult a házába, és nem láthatta a királyt. But the king said, he must go to his own house, he must not see my face. So Absalom went to his own house, and he did not see the face of the king. Joab tulajdonképpen ügyes volt, jól manipulált, jól hízelgett. Joab was clever indeed. He manipulated well and flattered well. És végül Dávid pontosan azt tette, amit Joab el akart élni. And in the end, David did exactly what Joab wanted him to do. És hát tök jó, hát ki is békültek, nem? And isn't it great that they are reconciled? Absalom hazajött, és hát jó, nem az igazi, de azért minden rendben van. Absalom came home, well, it's not perfect, but it's okay, isn't it? De nem is találkozott az apjával, nem is beszéltek egymással. But they didn't even meet his father, they didn't even talk to each other. A tékozló fiú történetében azért egy picit másképp történtek a dolgok. Well, the story of the prodigal son is a bit different. Ott van egy bűnbánó fiú. Then there is a repentant boy. Ott van egy a gyermekért aggódó és megbocsátó szívű apa. And there is a father who worries about his son and forgives. És egy ilyen nagy, katartikus, érzelemdús, valódi megbocsátást és kibékülést hozó találkozás. And there is an encounter full of emotion, and it brings some great relief in the end. És itt meg nincs semmi. And nothing happens here. Sem Dávid nem volt megbocsátó, sem Absalom nem volt bűnbánó. David was not forgiving, and Absalom was not repentant. És Joab elérte, amit akar, de igazából nem ért el semmit. Joab had his way, but he really achieved nothing. És ezért veszélyes a manipuláció, még ha tök jó szándék is van mögötte. That's why manipulation is dangerous, even if there are good intentions behind it. Mert a rossz fa az nem teremhet jó gyümölcsöt. Because a bad tree cannot produce good fruit. 28-30-ig. Verses 28-30. Két esztendeje lakott már Absalom Jeruzsálembe, de a királyt nem láthatta. Absalom lived 2 years in Jerusalem without seeing the king's face. Üzent azért Absalom Joabnak, hogy elküldje a királyhoz, de ő nem akart elmenni hozzá. Üzent másodszor is, de ő mégsem akart elmenni. Then Absalom sent for Joab in order to send him to the king, but Joab refused to come to him. So he sent a second time, but he refused to come. Akkor így szólt szolgáinak, nézzétek, Joab birtoka az enyém mellett van, és ott árpája van neki, menjetek és gyújtsátok föl. Fel is gyújtották Absalom szolgái azt a birtokot. Then he said to his servants, look, Joab's field is next to mine, and he has barley there. Go and set it on fire. So Absalom's servants set the field on fire. Én azt gondoltam volna, hogy Absalom azért egy picit hálásabb lesz Joabnak. I would have thought that Absalom would be a bit more grateful to Joab. Szerintem Joab is azt remélte. Mégiscsak ő hozatta haza Absalont, ha majd Absalom lesz a király, azért ez jó pont lehet. Probably Joab hoped so as well, because after all, it was him who had him brought back home, and maybe when Absalom becomes king, Joab would have some brownie points for that. De Absalomnak nem volt hála a szívében, ahogy bűnbánat sem. But Absalom was not grateful in his heart, neither was he repentant. Joab ügyeskedése nem indított el semmit az ő szívében, nem ösztönözte megtérésre. Well, Joab's clever tricks didn't start anything in his heart, no repentance. Mert ez nem az Úrnak a munkája volt. Because it wasn't the Lord's work. Ez egy ember munkája volt. This was just a man's work. Az nem feltétlenül rossz, csak nem is jó. Not necessarily bad, but not even good. Valódi bűnbánatot, meg igazi megtérést Isten hoz egy ember szívébe, azt mi nem tudjuk elérni. Real true sorrow or remorse in one's heart over their sins and true repentance, only God can bring it about. És ezért rossz, amikor megpróbálunk valakit rávenni arra, hogy bocsásson meg valakinek. That's why it's wrong when we try to get somebody to forgive somebody else. Hogy béküljenek ki, hogy térjen meg.
to get reconciled, to repent. Ez az Istennek a munkája. That's God's work. Ez mi nem tudjuk elintézni. We can't just bring it about. Próbáljuk. We try. De nekünk nem ez a dolgunk. But that's not our task. Mi oda vezethetjük az embereket Istenhez. We can lead people to God. Mi rámutathatunk Istenre, rámutathatunk az Isten jó cselekedeteire. We can point to God, point to his good deeds. Rámutathatunk az emberek rossz cselekedeteire. We can point to people's bad deeds. De nem hozhatunk megtérést, változást a szívükbe. But we can't bring about repentance and change in their hearts. És most ebben a történetben ez annyira szépen látszik, hogy Dávid és Absalom életében bármennyit ügyeskedik is Joab, de nincs ott Isten. And this story shows it so clearly that no matter how much trickery Joab uses, God is not present in Absalom's heart. És ezek a rossz fák nem teremnek jó gyümölcsöt. And these bad trees fail to bring good fruit. Bármennyi illatos esőt szór erre Joab. No matter how much rain Joab perfumes on it. 31-es, 32-es vers. Verses 31 and 32. Ekkor felkelt Joab, elment Absalomhoz, és azt kérdezte tőle, miért gyújtották fel szolgáid az én birtokomat? Then Joab did go to Absalom's house, and he said to him, why have your servants set my field on fire? Absalom így felelt Joabnak, azért, mert üzentem neked, hogy jöjj ide, el akartalak küldeni a királyhoz, hogy mondd meg neki, miért jöttem haza Gesúrból? Jobb volna nekem még mindig ott lennem. Most már látni akarom a királyt. Ha bűnös vagyok, ölessem meg. Absalom said to Joab, look, I sent word to you and said, come here, so I can send you to the king to ask, why have I come from Geshur? It would be better for me if I were still there. Now then, I want to see the king's face, and if I'm guilty of anything, let him put me to death. Absalom ugyan hazatér, de így beszél egy bűnbánó fiú. So Absalom did come home, but is this like a repentant son talking? Így beszélt a tékozló fiú, hát nagyon nem. Was that the prodigal son talking like that? No. És a 33-as vers. And verse 33. Elment tehát Joab a királyhoz, és elmondta neki ezt, ő pedig magához hivatta Absalont. Az elment a királyhoz, és az arcával a földet érintve leborult előtte, a király pedig megcsókolta Absalont. So Joab went to the king and told him this. Then the king summoned Absalom, and he came in and bowed down with his face to the ground before the king, and the king kissed Absalom. És tudjátok, ha csak ezt az egy verset olvasnánk, akkor ránézésre minden tök jó. And you know, if we just pick this one verse and read it, then everything looks good. A bűnbánó fiú leborul az atya előtt, az meg megcsókolja őt tényleg tisztára, mint a tékozló fiúban. The repentant son bows down before his father, and his father kisses him, just like the story of the prodigal son. De pontosan tudjuk, hogy ebből semmi nem igaz. Ez egy üres színjáték, olyan illúzió, amit Joab teremtett Dávidnak az elején. But we know that this is all not true. This is all just an empty show, just the same that Joab created at the beginning of our story. Majd meglátjátok, a következő fejezet majd úgy kezdődik, hogy Absalom már szervezi a puccsot az apja ellen. You'll see, the next chapter will start with Absalom starting to organize a coup against his father David. Nem történt itt semmi jó. Well, nothing good happened here. És ennyi. Erről szól ez a fejezet. Tök lehangoló, mi? And that's all. That's what this chapter is about. Isn't it depressing? De nagyon sokat tanulhatunk ebből. But we can learn a lot from it. Nagyon sokat kellene ebből tanulnunk. We should learn a lot from it. És miközben visszajön a dicsőítő csapat, és felkészülünk a végére. The worship team is coming back, and we are getting ready to the end. Szeretném még egyszer elmondani, hogy a bűnbánatot mindig megtérésnek kell követnie. I'd like to tell you that if you're feeling sorry about one's sins, always has to be followed by repentance. Az életünk rendbetételének kell következnie. We have to put things in order in our lives after that. Mert anélkül a bűnbánat az csak egy ilyen megható érzés lesz. Because without that, having remorse or feeling sorry about your sins, it's just a feeling. Egy nagyon mély megtapasztalás, egy ilyen sírós pillanat. A really deep experience when you even cry. És ennyi.
And that will be. És ha ennyiben hagyod, akkor azt fogod aratni végül, amit elvetettél. And if you leave it at that, you will reap what you sow. A lelked megmenekül ugyan, de az életed tönkre mehet. Your soul will be saved, but your life may be ruined. Vissza kell mennünk. We have to go back. Ki kell gyomlálnunk azt, amit a bűnben elvetettünk. We have to weed what we sowed in sin. A tűzre kell vetnünk. We have to throw it to the fire. Nem szabad hagynunk, hogy felnőjön és megerősödjön körülöttünk. We shouldn't let it grow high and become strong around us. És küzdenünk kell ellene. We have to fight against it. Mert van második esély, és van helyreállás, meg van kicserélt élet, de tenni kell érte. Because we have a second chance and we have a restoration and we have a changed life, but we have to do something in order for that to happen. És Dávidnak is a lelke megmenekült. And David's soul was saved. De az élete és a családja az kész csőtte meg lett. But his life and his family is a complete mess. Ha rossz úton jársz, akkor még a látszólagos jó cselekedetek sem lesznek elegek. And if you're on the wrong path, that even seemingly good acts won't be enough. Ha a szívünk nem az Úré, akkor az ilyen erényes tettek, mint a kamu megbékélés is üres lesz. If our heart doesn't belong to the Lord, then these virtuous deeds like this faked a reconciliation will be just empty. Mert a rossz fa, az nem fog jó gyümölcsöt teremni. Because a bad tree won't bring good fruit. Szóval szükségünk van Isten megbocsátására. So we need God's forgiveness. De meg kell térnünk a bűneinkből. But we have to repent from our sins. Imádkozzunk. Let's pray. Mennyi atyán, kérjük, hogy fogj minket erősen. Heavenly Father, we're asking you to hold us tight. És köszönjük a te megbocsátásodat. And thank you for your forgiveness. És atyán, az mindenre elég. And Father, that's enough for everything. És te meghaltál értünk, és nekünk ezért lehet új életünk. And you died for us, and we can have new life because of that. De kérlek, segíts, hogy hadd vigyázzunk erre az új életre. But help us to protect this new life. Ments meg minket a saját bűneink következményeitől. Save us from the consequences of our own sins. Segíts nekünk küzdeni a saját rossz cselekedeteink ellen. Help us to in the struggle against our wrong and bad acts. Kérjük, adj erőt és bátorságot a megtéréshez. Give us strength and courage to repent. Atyánk, nem akarunk azon az úton járni, amin előtte jártunk. Father, we don't want to walk the way we have been coming. Nem akarjuk azokat a bűnöket elkövetni, amiket előtted követtünk el. We don't want to commit the sins that we committed before you. A te megváltásodban és a te kegyelmedben akarunk élni. We want to live in your salvation, in your grace. És Atyám, tudjuk, hogy te erőt adsz és esélyt adsz a helyreálláshoz. And Father, we know you give strength and a chance for restoration. Segíts nekünk végigjárni ezt az utat. Help us to go along this way all the way. A fiad nevében imádkozunk. Amen. We pray in your son's name. Amen.
Day.
Istenem, a szívem.